Sziasztok! Ismét kőgolyóedzés videóval fog jelentkezni. Régebben volt már ilyen videónk, vagy videóm, amiben kőgolyóedzést gyakoroltam, de hát megígértem azt a legutóbbi videómban, hogy csak akkor fogok újra jelentkezni, ha valami komolyabb eredményt fel tudok mutatni kőgolyó emelésben. És hát, mint ahogy olvastátok is a videó címét, sikerült teljesítenem a 200 kilós emelést, illetve még pluszba kitaláltam utána, hogy akkor mivel nekem az ölből pakolás sokkal jobban megy, akkor kimaxolom így a ölből rakást is. És hát mielőtt megnéztek ezeket a videókat, amit bevágom, szeretnék elmondani pár nagyon érdekes infót erről az egészről, ugyanis sokan nem tudják, hogy egy-egy ilyen edzés teljesítmény mögött mennyi munkál, mert nem igazán szokta senki azt leírni, vagy elmondani, hogy órába, napba, évbe mennyit edzett ahhoz, hogy ezt az adott eredményt el tudja érni. Tehát most én azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy ahhoz, hogy megnéztem a videóba, vagy a videóknak a hosszát, a 200 kilós fölrakás az olyan 24 másodperc volt, ölből 237, meg olyan 5-6 másodperc. Tehát most elmondom, hogy összesen ehhez a 30 másodpercnyi erőkifejtéshez mennyi munka kellett, mennyi munka előzte ezt meg. Én minden edzésemről igyekeztem valami módon statisztikát készíteni, videófelvétel, akár itt papírra írogatni, vagy telefonba felírtam az ismétlés számokat, a súlyokat. Tehát végig terveztem, így aztán könnyű volt kiszámolni az adatokat, amiket most el fogok mondani. Szinte napra pontosan 3,5 évvel ezelőtt találtam én ki, hogy szeretném föltenni a 200 kilós golyót, akkor tűztem ki célul, és hát igazából 3,5 év alatt több mint 500 kőgolyó edzésem volt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag hetente átlag ilyen 3 kőgolyó edzésem volt az elmúlt 3,5 évben. Egy edzésre hagytam ki, mindig itt voltam, mindig nyomtam, nyáron a 40 fokban ugyanúgy, mint télen a minuszokban. És igazából ez az 500 kőgolyóedzés a 3,5 év alatt, ez több mint 1000 órányi kőgolyóedzést jelent. Tehát több mint 1000 órát voltam bent és edzettem a kőgolyókkal, és ez alatt az 1000 óra alatt olyan 50 000 ismétlést végeztem kőgolyóval. 50 000-szer emeltem el kőgolyót a földtől, vagy raktam fel ölből. Azt is kiszámoltam, hogy így hány tonnát mozgattam meg a 3,5 év alatt, csak kizárólag a kőgolyóemelésben. Tehát 1.500.000 kiló jött ki. Tehát 1.500.000 kilónyi kőgolyót emeltem el a földtől az utóbbi 3,5 évben. Tehát igazából így, hogy most már nagyjából látjátok, hogy mennyi munkám van nekem ebben az egészben, akkor ide bevágom a 200 kilós emelésemet, majd aztán jöhet az ölből rakásról is pár videó. És fél kiló durván. Ez igen, 115 centire. 40 fok melegbe szakad rólam a víz. De csak úgy tudunk fejlődni, ha keményen edzünk. Tehát, hogy mondtam, az, hogy elérjem a 200 kilós
kőgolyót, fel tudjam tenni az állományt, a jó igaz szalaggal, de nekem az első mindegy, nekem az volt a célom, hogy a földtől elemelve fel tudjam rakni az állományra. Még igazából nyáron 40 fok melegben nem is tudtam volna egyébként se szalag nélkül, no, de lényeg, az 3,5 évbe telt azt elérni körülbelül, kicsit kevesebb. Az ölből pakolást viszont olyan 3,5 hónap alatt értem el, annyi időt szántam rá, többet igazából nem is nagyon akartam. Az elsődleges célom az nekem a 230 kg volt ölből, de utána, ahogy az meglett, akkor gondolkoztam rajta, hogy hát miért ne pakolnád tele a kőgolyónkat, amivel Gergő is szokott edzeni, láttátok már számos blogunkba, és ahogy fullra pakoltam, megmértük, 237 kg lett a súlya. Aztán már úgy voltam vele, hogy akkor most a 230-nek a 37 között nincs akkor a különbség, akkor legyen inkább a 237. Már ezzel viszont volt egy némi komplikáció, mert igazából, ahogy látjátok, hogy veszem az állványról a kőgolyót, akkor itt egy ponton támaszkodik meg itt hasnál, vagy hát itt fönt, szinte gyomornál az öv fölött, és ahogy vettem le mindig a 237-et, hát 10-szer biztos megpróbáltam, mind a 10-szer kb. Elájultam. Elment a kép, le kellett dobni, összeestem, lecsesztem a kezem, majdnem eltört az ujjam, minden alkalommal, aztán mondom ennek, hogy így nem lesz jó vége. És akkor kitaláltam, hogy akkor lejjebb veszem inkább a magasságot, és akkor alacsonyabbról veszem le, meg alacsonyabbról teszem vissza. Hát végül is, ahogy mondani szoktam, az veserem az első követ, aki 100 kg-os testsúlya a Lifetime Naturalon bármilyen magasságra felteszi a 237 kg-os golyót. Így jött ki ez a 105 centi, amire föltettem. Edzésem a 206 viszonylag könnyen ment, 115 centi magasra. Ezért most gondoltam, letöltöm 220-ra. Ki is nyitom, megmutatom. Már számos vlogunkban láttátok ezt a golyót, hogy 206 egész valamennyi a súlya üresen. Plusz a más a súlyokat mindjárt leszámoljuk. Egyébként a mérleget még nem véletlen hoztam be, mert majd itt ölből a legnagyobb emelésemet akarom hitelesíteni, és hát ez a 220, ez még nem az. Ez csak egy lépcsőfok. Mint mondtam, 206 üresen. Egy kiló, itt van a teteje is, 207, 208, 209, ez egy fél kilós, 209 és fél, ez egy 10 kilós, 219 és fél, valamint még kettő darab fakocka, 219,75, és akkor ezzel 220.
237 kiló, igaz csak ilyen 105 centi magasságra, de hát ez már csak a bónusz volt. 230 volt nekem a lényeg, de aztán mondom, amennyi még befér a golyóba, megpakolom kisebb magasságra. 115-ről ezt már nem tudtam levenni, mert annyira nyomja itt egy ponton a gyomromat, hogy 10-szer biztos megpróbáltam, de elálljok, elmegy a kép, kinyomja belőlem a levegőt, elszépülök. Aztán így lejjebbről, csak hogy így érezzem, hogy mi. Mutassuk meg, hogy teljesen tele van töltve 6 kilós rudakkal, meg minden finomsággal. Ami még érdekes, és mindenképpen szeretném elmondani, hogy az ölből pakolást, ugyebár az csak ilyen 3-3 és fél hónapot gyakoroltam, de igazából itt az intenzitás az edzéseknek az olyan szinte magas volt, hogy hetente olyan 20 alkalommal raktam 200 kilónál nehezebb golyót az állványra. Heti 20, tehát havi 80 alkalommal raktam fel állványra 200 kilós kőgolyót, vagy annál nehezebbet. Úgyhogy ebbe is rengeteg energiát fektettem egyébként. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, és hogy végig szurkoltatok. Írtátok kommentekbe is az előző gőgolyós videóimhoz is, hogy szurkoltok, ne adjam föl, csináljam, el tudom érni. Igazából át voltak pillanatok, mikor már én is úgy voltam vele, főleg itt nyáron a 40 fok melegbe, mikor gyakorlatilag húztam fölfel a kőgolyót, és szinte minden alkalommal kicsúszott a kezemből, úgy csapódtam neki a falnak, hogy szerintem még most is ott van a nyomom, sziluettem a falon olyan erővel, meg már húlt a vakolat, meg mostam le a vért az ajtóról, meg voltak itt amúgy ilyen komolyabb küzdelmek, amikről így nem számoltam be közben, de hát örülök neki, hogy sikerült elérni. Köszönöm, hogy megnéztétek, támogattatok végig, és hát ha úgy gondoljátok, hogy ez a teljesítmény, amit a videóban láttatok, illetve ez a munka, amit belefektettem, amit az elején elmondtam, akkor kérlek osszátok meg a videót, hogy minél több emberhez eljuthasson, hogy minél többen lássák, hogy azért, ha valamire beleteszik a munkát, még ha éveket is ölnek bele, akkor annak csak jó lehet a vége. Szervusztok!